soroksári sportcsarnok adott otthont a nemrég lezajlott 7. Erzsébet Kupa nemzetközi és ifjúsági karate versenyének, ahol a környező országokból 350-en indultak el 500 különböző nevezés szerinti korcsoportban, hogy megmutathassák a kata és kunite tudásukat. Hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, és ez a fajta versenyszerű karate mennyire tér el attól, amit egy Bruce Lee filmben látunk, Harsányi László, a Goju-Ryu harcművészeti stílus 10-danos mestere beszélt. Az Erzsébet Kupát 7-8 évvel ezelőtt indítottuk el, és azóta minden évben megszervezzük. Napjainkra kinőtte magát, ahogy ezt látjuk, nemzetközivé vált. A magyarországi csapatok mellett külföldi csapatok, Erdélyből, Felvidékről is érkeztek csapatok, aminek nagyon örülünk. 350 versenyző méri össze a tudását kata és kumite versenyszámokba. A 350 versenyző 500 nevezést jelent. Egész nap fog zajlani a verseny, ahogy mondtam, katában és kumitében. A WKF szabályai szerint, mi az a WKF? World Karate Federation, ez egy nemzetközi világszervezet. Jelen pillanatban ők azok, akik az olimpiára aspiránsak. Az ő szabályrendszerünk szerint zajlanak a versenyek. Mind katában, azaz formagyakorlatban, mind kumitében. A kumitében védőfelszerelőseket használnak a gyerekek, szejkenvédőt, azaz kézfejvédőt, sípcsontvédőt és lábfejvédőt, valamint fogvédőt. Azért használjuk ezeket a védőfelszereléseket, ezek egy ilyen szivacsos párnás védőfelszerelések, azért használjuk őket, mert az éles csontfelületek az arc éles csontjaival érintkezve sérüléseket okoznának. Na most ezt nem hagyhatjuk, ezért ezek a védőfelszerelések megelőzik a sérülést. Tudni kell még azt, hogy az ütéseket és a rúgásokat a gyerekeknél kontrollal kell végrehajtani, nem üthetnek bele egymás arcába, nem rúghatják meg egymás arcát, egymás fejét, a rúgást és a ütést 1 centivel a felület előtt meg kell állítaniuk. Ha megütik, megrúgják egymást, az büntetést jelent. Aki teljes erőből üti meg egymást, azt leléptetik. Mi ennek a célja? Ennek az a célja, hogy a gyerekeket védjük. A szép arcú, csinos, aranyos gyerekeket védjük. Nem brutál szellemiségben kívánjuk őket nevelni, nem arra kívánjuk őket nevelni, hogy minél nagyobbat üssenek, rúgjanak egymás testébe, egymás arcába. Egy kultúrember ilyet nem tesz, nem tehet. Arra neveljük őket, hogy a technikákat maximális sebességgel, szépen kivitelezve, a felület előtt megállítva hajtsák végre. Arra kapnak pontokat. Ezt értékelik a bírák. Természetesen vannak olyan karate stílusok, iskolák, ahol pont ellenkező a cél, ahol bele kell ütni egymás testébe, bele kell rúgni egymás testébe. És aki talpon marad, az a győztes. Na most, akinek ez tetszik, csinálja azt. Mi föl akarjuk nevelni a gyerekeket, picikoruktól szeretnék fölnevelni a gyerekeket, lépésről lépésre. És mi úgy gondoljuk, hogy ez a versenyszisztéma szolgálja leginkább a nevelés, a hosszú távú nevelés érdekeit. Hány korosztályt jelent ez az 500 nevező? 7 éves kortól 22 éves korig vannak itt versenyzők. Mióta van jelen Magyarországon ez a sport, és mennyit fejlődött azóta, mennyire népszerű a gyerekek körében? Hát kb. 30 éve jelen van Magyarországon a karate. Nagyon-nagyon népszerű volt. Napjainkban sajnos a komputerek és a kényelmes életmód hatására egyre kevésbé populáris, hogy így fogalmazzak. Sok-sok gyereknek, sok-sok szülőnek kényelmesebb a komputer előtt ücsörögni, mint hozni-vinni az edzésre gyerekeket. Kényelmesebb a gyereknek, a szülőnek otthon a komputer előtt, a internetes játékok előtt ücsörögni, mint megizzadni, mint dolgozni. De ugyanez elmondható szerintem a többi sportágra is. Tehát a népszerűségéből napjainkban
ezen okoknál fogva veszített a karate. Ha valaki el szeretné vinni karatézni a gyermekét itt Budapesten, akkor milyen csapatok azok, akiknél ezt megteheti? Pesterzsébeten, a Vörösmarty utca 126 szám alatt van a központi edzőtermünk. Ez egy régi óvoda, át van alakítva edzőteremmé, egy tatamis tükrös terem. A Szentsin Karate Sport Egyesület és a Magyarország Gocsori Szövetségnek a központi edzőterme. Ide várjuk a hét minden napján az edzeni vágyó gyerekeket, ifiket és felnőtteket. A másik helyszínünk Soroksár. A Grassalkovics Általános Iskolába szerdán és pénteken 17.30-tól 20 óráig. Látok itt különböző színű öveket a gyerekeken. Jól tudom, hogy ezek a színek a különböző fejlettségi szintet jelenti? Igen, az övfokozatokkal jelöljük az övvizsgákon elért eredményeket. Az övvizsgák azok lépcsőzetesen vannak fölépítve, a tananyagok lépcsőzetesen vannak rázúdítva a tanulóra, és ahogy halad a tananyagok elsajátításában, úgy kell neki övvizsgát tenni, és úgy kap különböző színű öveket. Tehát az övszínek azok lényegében a karatéba való jártasságot jelentik. Most ezen a mai versenyen milyen felosztásban, korosztályos lebontásban zajlanak a versenyek? Korosztályos bontásban és súlycsoportokra is bontottuk őket, valamint haladó és kezdő kategóriára is. Mert azt nem várhatjuk el, hogy egy kezdő gyerek egy haladó gyerekkel fölvegye a versenyt, ezért nekik külön csoportokat hoztunk létre. Meddig tart nagyjából, és mikor lesz az eredménye, kihirdetése, milyen díjazás várható? Oklevél, érem és az első helyezettek kupa díjazást kapnak. A díjazások folyamatosan zajlanak az adott versenyszám befejezése után. Nem várjuk meg az estét, a végét, mert akkor még éjfélkor is érmeket osztogatunk. Mekkora szervező brigád kell egy ilyen nívós versenynek a szinten tartásához és a lebonyolításához? 20-25 ember, akik aktívan dolgoznak, minimum. És mennyi felkészülés előzte ezt meg? Évek. Kinél mennyi? Van, akinél 2-3 év, van, akinél 4-5 év. Gyereke válogatja. A karate által nem csak a mozgás örömét tapasztalhatják meg a gyerekek, hanem fegyelmet és tiszteletet is tanulhatnak egy olyan korban, amikor talán a legnagyobb szükség van rá.